Isti! Eneba, több mint 10.000 digitális címmel és folyamatosan bővülő palettával szolgáló digitális áruház. Hihetetlenül jó árak, általam és sokak mások által megbízhatóra tesztelve. Leírásban a link, menj rá, nézd szét! Isti kóddal 3% leesik. Na sziasztok srácok! Itt vagyunk egy újabb Grand Turismo 7 videónkban. A Tsukuba helyett Fuji Speedway-en fogunk menni. Van egy ilyen Daily Race A, és gyakorlatilag specifikus autótípus, tehát csak egy autóval lehet menni, természetesen BOP a verseny. Ez még nem más, mint a GTO Twin Turbo 91-ből. Ugye ezt az autót alapból is megkapjuk a játékban, tehát elég hamar megérkezik. Úgyhogy megyünk, Comfort Soft gumin kell menni, tehát nem sport gumi. Kíváncsi leszek. Egyre én még nem fogok beregisztrálni a versenybe, mert a pályán az autóval nem mentem még, az autóval nem tudom, mikor mentem utoljára, és természetesen H-váltóval fogunk menni, egyetlen egy ismerősömnek sincs még semmiféle ideje, ami igazából teljesen mindegy is. Na megnézzük, hogy mi a szitu. H-váltóval megyünk, mert az autó is H-váltós, ami egy dolog. Illetve srácok, viccen kívül, ugye legutolsó videó, ami a Gran Turismo-ról szólt, az ugye abban végződött, hogy hibás a kormány. Na most a hiba el lett hárítva, tehát a visszaváltás most már jól működik. Most elkezdett szarakodni a felváltás. Most már ott tartunk, hogy néha nem érzékeli a felváltást, úgyhogy majd intézkednem kell ez ügyben is. Még nem volt időm erre, nem jutottam el erre a pontra. Úgyhogy ez a helyzet, egyébként mikrokapcsolót cseréltettem. Találtam a Hardware Pro-n egy srácot, aki egész jó áron csinálja ezeket, és vele lett gyakorlatilag csináltatva, és az a fék az nagyon nem elég. Na nem baj. És hát, ja. Nyilvánvalóan most vissza kell szokni utcai autó feelingre, ugye a féktávok azért sokkal hosszabbak egy ilyen autónál, mint mondjuk a GR autók esetében. Úgyhogy majd lesz valami. Ugye a H-váltóval semmi baj nem volt eddig sem. Úgyhogy ami olyan verseny, ami H-váltós, Jézusom, most ott közön nincs az ív-hez. Fú, bazzeg. Na jó, ezt majd még azért... gyakorolgatjuk ezt a pályát, mert... jobb is, hogy nem álltam bele abba, hogy verseny legyen, mármint hogy egyből beregisztrálok, mert... hát ez a teljesítmény ilyen pillanatban, ez semmire nem jó. Egyesbe... ja, itt egy visszafordító, aha. Hűha, micsoda nyomvonal ez, azt a kurva. Nem is ismerem ezt, egyáltalán nem ismerem ezt a nyomvonalat. A Fuji Speedway-en is már jó rég voltam. Jézus, atya isten, srácokat úgy megyek, mint tényleg valami baromállat. Na jó, szerintem vágás, picit aklimatizálódok a pályához, jó?
Jó, tehát srácok, 2 perc, 8.3.52 lett a legjobb időnk, amit tudtunk menni. Ez 8 kör alatt teljesült, úgyhogy ezt tudtuk letenni az asztalra. És akkor jelentkezünk a versenyre, megnézzük, hogy ezzel mit tudunk elérni. Szerintem nagyon sok van még egyébként a pályában, nyilvánvalóan, tehát kérdés sem fér hozzá. 6 perc, 48. Nézzük meg, hamarosan indul a verseny. Srácok, ha valaki azon tűnődne, hogy honnan van ennyi pénzem, most teszem, ugye 733 ezer kreditem van, ugye X idő vagy dátum előtt, ha elkezdte játszani játékkal, akkor kaptál 1 millió kreditet ilyen ticketben, amit be lehetett váltani, és kész. Úgyhogy ja, innen van. Srácok, mi a franc? Első helyről indulunk. Mi a fos? Na jól van, ilyen sem volt még velem, 7 kört mentem, egyik sem volt tökéletes kör. Ez hogy sikerült? Ez mégis hogy sikerült? Atya úristen! Hát jó, fel van adva a lecke, srácok, első helyen kell maradni. A defenzívám az nagyon kritikán aluli, az nagyon szar sajnos. Szóval védeni kell az íveket majd nagyon. És reménykedjünk, hogy nem csesznek ki engem. Illetve félreváltások előfordulnak még sajnos. Néztem, először kerestem magam, hogy Jézusom, hol vagyok, biztos kis, nem is látszódom a listán. Észrevettem, hogy első helyen vagyok. Wow. Na mindegy, kíváncsi leszek. Nagyon kíváncsi leszek, srácok. A saját tempónkat autózzuk, István nyugodtan, nyugodtan, féktávok. Szépen, szépen, szépen. És csak a miénk fehér. Mindenki másnak piros. Az alap, csak valaki csak felnit variált rajta, én át is fényeztem. Ez egy jó kocsi, nagyon. Jó, a radart benyomjuk. Gyerünk. Igen, a manuális váltóval kicsikét ugye szenvedni fogunk. Ahogy a szokott... Bazd meg! És félreváltottam. Ott volt az üres. Már védjük is le az izét. Az ívet. Így van, bazd meg, persze. Hát miért is ne? Édes Istenem. Édes jó Istenem, srácok! Na jó, nem baj. Kívül vannak. Mellettem is van egy balra. Ez gyönyörű lesz. Nem baj. Elbasztam a váltást, tudtam. Valamiért nagyon simán váltok üreset. Belefékeznek, érdekes. Nem kell belefékezni. Itt van egy büntetéses emberke! Oké. Okay. Hát jó van, barátom, tehát, hogy... Bocs, de én mehetett fogok maradni, mert nem vagytok túl szívbajosak azért, azt látom. Megint hátulra jöttek belém. Srácok, abszolút carnage ez a játék. Komolyan mondom. Egy totál carnage a játék. Én nem tudom, mi történt amúgy a Gran Turismo-val, de szinte Forza motorsportban érzem magam online. Komolyan mondom. Nézd meg, az mi? Most én elhúzok, ezek töme borzasztóak. A gázpedálon valamit szórakozik, az is. Minden, srácok, gyakorlatilag technikai oldalról minden beszarik nálam most, úgy fest. Mi ahhoz kell, hogy versenyezel? Mi az a gázpedál? Na jó. Harmadik helyre visszaestünk. Ez van. Itt jönnek rám, mint az állat. Nyilvánvalóan le fogjuk védeni az a... Már most itt is. És ott van a büntetése, ki vannak osztva. Ami az elején volt, gondolom, amiatt. Jó nagy büntetés. Nagyon jó, nagyon jó. Visszatértünk az első helyre. Elképzelni nem tudom hogyan. Borzasztóak, srácok, most az emberek. Most megint félek, hogy nekem fog jönni. Nyilván ilyenkor ugye... Ha? Nyilván ilyenkor ugye... fosol. És azért veszem, próbálom szűkebben venni. Jó, nyugi. Csak chill. Csak chill, Istvánom. Igen. Szar volt. Enyém az ív megint. Kicsit elvesszük. Kicsit okosan megyünk, elvesszük.
szélre kihúzódunk sajnos. Ajjajjajjajjajj, olyan alulkormányzat az autó, nem igaz. Ez az. Csak szépen. Értelmesen megyünk, már itt van mellettem. Még a végén csata is lesz ebből értelmes. Jó, itt lehet teligázt nyomni nyugodtan neki. Így van, kicsit lemarad, kitűnő. Kapott egy büntit. Fél másodperc. Maradunk itt. Ez egy nagyon durva kanyar, és már belém is jön, de miért? Hogy jön belém? Amikor, tehát kell ekkora féktáv az autónak, nem én vagyok, aki túlfékezi ezeket. Valami történt. Oké, nyugi. Jó, kicsit lemaradtak most. Én még nem kaptam semmi büntetést, tehát... Én, I'm good, thank you. Szépen, szépen, nem kell kapkodni. Nem kell túl sokat vállalni. Kicsit megdobja a valagát. És már mehet a teligáz. Közeledik rám a mögöttem lévő, még van három kör. Hú, baszki. És úgy, hogy letöltöttem már, vagy lehet, nem is ő volt mögöttem eddig, nem tudom. De középen fogunk menni. Miért is ne? A torpedót nem akarom, el akarom kerülni. Tudom, szélen kéne menni, az lenne a szép, de védekezünk végig. Na, itt már most fékezni kell. Mert nem jók a fék. Nézd meg, és így is kevés, így is kevés, így is kevés a fék! Jó, becsatlakozunk értelmesen. Még nem veszett el semmi. Van még három kör. Nagyon szarok a fékek ezen az autón. Borzasztóak, srácok. Most ezt elengedtük, most nem akartam már odarakni neki. Itt van mellettem. Jó, hagytunk helyet. Itt. Megint üres! De hogy? Hogy? Na, nyugi. Nyugi István, nyugi, nyugi, nyugi. Az érdekes, hogy ott belefékeznek, nem kell amúgy. Itt van mellettem. Már nincsen, jó? Itt van mellettem. Jobb kigyorsítás volt. Alávágunk. Úgy is van. Ez az, túrjál le a bánatba, így van. That's what I'm talking about. Csak hogyha én tudok figyelni a többiekre, ne legyen már kifogás, bazdek. És mi az alulkormányzottság, te jó Isten? Na jó, nyugi, 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 csak nyugi. Csak nyugodtan, Istvánom. Fú, de belassultunk, azt a kurva. Megint meg fog előzni minket valaki. Kitűnő. Hogy ez közben így... Azért volt szar ez a gáz. Vagy ez a gázreakció. Jó. Oké, na most nem fog beleszólni semmi. Volt traction control. Nem kérdezzétek meg, hogy miért volt bekapcsolva, de volt. És egy kései fék. Be fog szúrni jobbról. Nagyon szépen lemegyünk a pályáról, így van. A traction control nekem alapból ki van kapcsolva mindig. Most valamiért mégis be volt, ne kérdezzétek meg, hogy miért. Annél jobban nem rühelek semmit amúgy. Gyönyörű. Előzés Tala Istvántól. Egy kis kontakt belefér szerintem. Negyedik kör, harmadik hely. Hát, sajnos borzalmas teljesítmény egyelőre. De hát sok tényező volt itt. Ez az én hibáim is, bőven. Nem akarom itt izé. Na jó. Még nem veszett semmi. Miért veszek, mintha veszett volna már valami? Igen, sokkal jobb a kigyorsítás. Sokkal jobb így a kigyorsításunk. Hát az már 3 másodpercre vannak, az jó messze van. Istenem, ezek a féktávok, te!
Borzasztóan megyek, srácok, borzalmasan megyek. Teljesen szétestöm fejben sajnos. Visszaszereztük a harmadik helyet. Az is valami, de már vág vissza a srác. Itt jön mellettem. Jó, még van kettő kör. Ott még lehet bármi. Már győzelmen nagyon meglepődnék, megmondom őszintén. Tudom, mit csinálsz el a váltást, de előbb rakom sebesség, mint hogy kuplungot nyomnék amúgy. Az lesz a gond. Ez az. Csak össze kell tenni fejbe a dolgokat, srácok. Össze kell tenni fejben. Szépen észre kell menni. Azért levágási fogok kapni büntetést. Szinte biztos. Tesó. Én már itt voltam, helyet kellett volna hagyni, sajnálom. Sajnálom, de nem sajnálom. Ez az egy körünk van utolérni az emberünket. És nem kaptam büntetést amúgy. Elhúz az első. Brown jól megy. Ott nagyon érdekes dolgok történnek, srácok, mögöttünk. Na nem baj. Az első nagyon szépen elhúzott. Ügyesen vezet amúgy, tényleg. És első helyről indultunk, ezt most kellett volna megnyerni. Na nem baj. Hát még fog hibázni egyet, ki tudja. Bár nem úgy néz ki. Egészen maga biztosan vezet. Mögöttünk lévő közeledik. Bár nem nagyon, hál' Istennek. Erről nagyon lecsúszunk erről a kanyar csúcspontról, és borzasztó kanyart veszünk. Az első helyet azt gyakorlatilag már tényleg borítékoltóan bukhatjuk. Második helyet kéne megtartani. Ez a feladat. Be fogja most már ott venni. Sok. Az előző kör az egész jól sikerült egyébként. De az első nálunk sokkal összeszedettebb fejben azért az egyértelmű. Teljesen megérdemeltem fog győzni. És megint nem elég az a fék, beszarsz neki, bazd meg. Erről is lecsúszunk, jól van. Hát második hely lett végül meg, és egy váltunk egy üreset megint.
Hihetetlen. Jó. Hát egy helyet buktunk sajnos. De hát ez teljesen vállalhatatlan, kritikán aluli, amit... Ahogy egyesek vezettek itt most, de tényleg. Tehát össze-vissza a roncs derbi, én nem tudom, mi történik egyébként. Tehát, hogy a Gran Turismo sportban az estek, persze ott is megtörténnek versenybalesetek, hol nem. De ezek bőven nem azok voltak, azt mi is láttuk azért. Na, itt van egy következő verseny, csak hogy megnézzük, hogy mi a helyzet. Itt a harmadik helyről indulunk. Szóval érdekes módon, de van ott olyan ember, akinek a drivingja B, tehát hogy valószínűleg nem töltött el annyi időt vele. De egész jónak számít akkor ez az idő. Mondjuk itt már van 2 perc 6-os idő is, ami azért hardcore. Úristen, mik ezek, amiket itt ír? Connecting to other players, preparing, sem is láttam még ilyen felületet ebben a játékban. Na, erre kíváncsi leszek, hogy itt most ez mi akar lenni. Oké, működött, jó. Na, szóval kíváncsi leszek, hogy itt mit tudunk menni. Harmadik hely, ugye 2 perc 6.8.9.2 a második legjobb idő, ami szintén több mint egy másodperccel jobb, mint az enyém. Úgyhogy nem várok sokat. A mögöttem lévőktől kell tartani inkább. Szóval, hogy én már tudom tartani a harmadik helyet, annak én már nagyon örülni fogok. A váltással kell kicsit türelmesebben, váltáshoz kell kicsit türelmesebben hozzáállnom, és akkor minden rendben lesz szerintem. Na jó. Kíváncsi leszek. Annyira vicces, mindig milyen az egyetlen fehér GTO a brigádban. Fel a 67. Egész jó időt mentünk akkor ahhoz képest, én nem hittem volna 7-8 kör alatt. Én azt éreztem, hogy ebben még biztos, hogy rengeteg van még benne a profikoknak, nagyon komolyakhoz képest, én aláírom. De azt hittem, hogy magamhoz képest is van még benne egy csomó. Na nézzük, Rally Artos Design az első helyen. Meglátjuk, hogy mi fog történni majd ott velük. Csak könyörgöm, ne jöjjenek nekem. És már váltok egy üreset, ne aggódjatok. Itt is fel van rakva amúgy a TCS a bánatba. Aha, már réges-rég, izé. Jó, fasza. Ezzel szarakodok, bazdag a kurva izé. Jézus ereje, mi van itt? Traction Controller szarakodok, én is a legjobbkor. Jó. Nem értem amúgy ezt a izét se, ezt hogy váltok üreset ilyen sűrűn, nem baj. Nyugodjunk meg. Nyugodtak maradunk és minden rendben lesz. Igaz, hogy visszaestünk 2 pozíciót. Szélesre is megy, aki büntetés kapott, én is majdnem követem. Ki is lépett a bánatba, így van. Megelégelte a dolgot. Jézus, az, hogy úristen, mi van mögöttem. Nem akarom tudni. Asztja, úristen. És hogy csatlakozik vissza a versenybe, te? Füstölő kerekekkel, driftelve. Nem nagyon izé van itt pályakultúra, de tényleg. Jó, harmadik helyen vagyunk, srácok. Visszatértünk arra a helyre, ahonnan indultunk. Ami önmagában egy nagy dolog, mert hát a rajtunk, meg a versenykezdésünk az egyelő volt egy darab szarral. A mögöttem lévő nagyon jön rám. Én már most elkezdek pozícionálni befele, középre. Aha, nagyon jó. Annyira nem eszik forrón a kását, de hogyha dive bombolnak, akkor be tudnak azért érni. Nem akarok. Megpróbálunk így is ésszel menni. Annyira nincsenek elhúzva egyébként az előttem lévők, hiába mentek brutális kört.
Ez jó volt, nem volt rossz. Hoppá. Közelítünk, határozottan közelítünk. A németben látok hibázási lehetőséget, benne látok valamiért. Szerintem rajta a nyomás el fog uralkodni. Akkor még a második hely meg lehet. Az elsőre nem nagyon hiszek az első helyben, hogy ez nekünk meg lehet. Ezt sosem lehet tudni, de most inkább arra vagyok, megyek, hogy a második hely meg legyen, ami viszont reális lehet. Jó, nem pofázok, srácok, jó, mit szóltok, mert nem is tudok. Szélegyenes rávezető sosem, ráfolytó sosem működik jól nekünk. Közelítünk, a szélárnyék az megvan. Védekezni fog. Mögöttünk lévők nagyon le vannak maradva, kitűnő. Nem is védekezik ő annyit. Nagyon belassultunk ebben a kanyarban. De sok. Hú, ezt a sól elszartuk sajnos. Nagyon fos az ív. Ezért büntit fogunk kapni szerintem. Kurva életbe! A fos műanyagot, de tényleg. Szépen nyugodtan kell a kettőből háromba.
Szép ez az! Ez az! Tiszta volt, nagyon tiszta volt! Ő mindig jobb volt ebben az egyenes ráfordítóban. Célegyenes ráfordítóban mindig jobb volt. Behúzódunk középre, és tartjuk. Ki fogjuk védekezni. A szélárnyék az övé. De meg kell tartanunk ezt a második helyet. Ez az. Szépen ésszel fogunk menni végig. Ide nem kell szerintem a... A védekezés nem kell, itt mindig kicsit lehagyom. De most éppen ésszel fogunk menni. Nagyon kell, még van két kör. Egy másfél. Jaj ne. Ez az. Egy másodperc, jó? Hát kicsit most közelebb jött. Nem szarunk be tőle. Ó, hogy szépen kihasználjuk a pályát. Fénoman váltunk, nem kell kapkodni. Nagyon itt van rajtam. Nem tud közelebb jönni, hála Istennek. Úgy néz ki. Meg van lőve, hála Istennek. Ez az. Ezt kéne még nagyon elkapni, ezt a kurva kanyart. Nagyon nehéz úgy kigyorsítani, hogy tényleg jó legyen, de most valahogy csak sikerült. Jobban, mint neki, sokkal. És egy másodpercen túl vagyunk, nem tudom, hogy meddig hat, milyen távra hat a szélárnyék. De most úgy néz ki, hogy nem, lemaradt, jó, egy körünk van. Ugyanilyen szépen, konzisztensen az előttünk lévő távolodik, azért mondom, az elsőt meg se próbáljuk, mert volt ideje elhúzni bőven. Ez az. Ez az. Mögöttünk lévőtől már egész jó, már másfél másodpercet kap. Nagyon jó, nagyon tetszik. Amúgy nem is kell itt a kettő, lehet, nem? Ne. Nem kell amúgy a kettő. De amúgy fordulatszám ügyileg szerintem nem volt rossz, hogy leraktam mindig kettővel. Mindig kis, legjobbkor kísérletezgetek én is amúgy. Szóval már majdnem kettő másodpercet kap tőlünk, ami nagyon jó jel. Én csak úgy csinálnám, ahogy eddig csináltam itt a dolgokat. Ez nagyon lassú kanyar lett. Itt hozott is egy kicsit rajtunk. De szerencsére a kulcs, szóval kicsim van. Ezt most már be fogjuk vinni szerintem második helyre ezt a kocsit. Ezt innentük, ez már nem tudom elképzelni, ezt elszarjam. Ha csak büntetést nem kapok, de akkor hát nem tudok kapni szerintem, hogy ebből gond legyen. Tekintve, hogy folyton verünk rá. Hál' Istennek. Ez az. Szépen nyugodtan. Ez az. Nagyon jó. Most közeledj egy kicsit hozzánk. Nem, ez az így, később kéne ráfordulni szerintem. Nem baj, most tudod hozni rajtunk egy két tizedet. Illetve annyira mégsem, mert most kicsit elhúztunk. A lényeg az, srácok, hogy a második hely megvan. Fel tudtunk jönni egy helyet. Rendben van.
Ez így rendben van. Volt ebben a versenyben is hibám, bőven volt. De azért ez jobb teljesítmény volt, mint az első. 7 másodpercet kaptam az elsőtől. Azt csak úgy megjegyezném. Viszont ez most nagyon jól fog mutatni nekünk. Ugye mert C-s a drivingunk, megvertünk 1, 2, 3, 4 B-s értékelésűt is. Ami stabil, szerintem az jó. Jó lenne felmenni B kategóriába. Örülök, jó verseny volt. És egy jó verseny volt, mert a mögöttem lévő, illetve egy darabig előttem lévő Bebi is teljesen clean verseny nyomott. Tehát, hogy amikor előztünk na ezt szeretem. Ez már sokkal jobb volt. Itt is volt azért bőven probléma, láttátok. Tehát láttátok, főleg én is hatalmasat hibáztam az elején, azért ágygattam ezt a szart. Nem tudom, hogy miért van felkapcsolva egyébként a traction control, meg őrjít, tehát hülyét kapok tőle, de be van kapcsolva valamiért. Úgyhogy ezt már mindig lejjebb kell venni. Ami nagyon érdekes számomra, mindegy, a lényeg az, hogy azért is van az, hogy nem enged kigyorsítani időben, mert fogja vissza ott a motor. És megkaptuk a Daily Workout Reward ticketet, amire rá is fogunk menni. Na ez jó, ez már jó volt, azt kell, hogy mondjam. Nézzük meg, hogy a ticketből mi esik ki nekünk. Az a garázsban van. Gifts. Itt van. Hát igazából pénz lehet. Úristen, van ilyen nagy. Nyilván a legkisebb. Köszönöm, 5000 kredit talán. Annyi. Nagyszerű. Egyel kellett volna előbb megállnia, és akkor meg lett volna a nagy pénz. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy élvezték ezt a Gran Turismo 7 videót, köszi szépen, sziasztok, jöhet az out! Ró, szeretted a videót? Rühelted? Írd meg lent miért? Instán, mailem, setupom, másik csatornám a leírásban. Menj rá lustába! Na csáá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 á